Császtok, megmutatjuk how to make egyedi cipő from your elég elhasznált, de viszonylag jó állapotban lévő cipő. Itt asszisztensen fog nekünk segítkezni. Adját az asszisztens. Lássuk ide. Először is. Lefedjük az alapot. Nem sok változás látható eddigiekben. Ez lakt egyébként. Nem, ez a fehér festi, igen. Nem sok változás látható, de ez a, az elengedhetetlen folyamat. Asszisztensünk, akkor meg kijavítani hibát. A nyelvét szép fehérre festjük, hogy szép legyen a továbbiakban. Kurvára le kell festeni. Erre fél kilót rá kell nyomni, hogy fehér legyen. Hát. Akarsz te is nyomni egy kicsit? Felőle. Közelről is sokat. Nyugi, már nem kell annyira fehérnek lenni. De hát ugye akkor már full fehér legyen már, ha már négy gyerek legyen. Mondjuk ezzel örülni fog, hogy ezért vettem meg a cipőt. Igen. Nagy valószínűséggel. Ah, fáj, ez ujjad. Ez ujjad? Mhm. Ugye megszól, hogy aku tele. Vagy ha nem múlja kell, de tele van. Jó, gyerek, meg kifőttem, már csak gáz nem testvérem. Ez Isten, Isten küldte jelet. Szóval, mivel tudjuk, ma már a markás cipők a divatosak. Nem tudom, hogy annyi festék van, ezért most... Hát ez egy Nike el akart lenni, de nem baj. Várj! Mostan. Hát ez egy Nike el akart lenni, mert nem jut össze, ezért most kifestjük a cipőt. Jaj, rám én az a rózsaszín. Igen, a rózsaszín az elég kedvenc szín manapság, még a férfiak körében is, mivel a legtöbb ember ma már úgy... szép legyen. Olyan szép lesz, hogy nem igaz. Elég, kezdve szépen, mi most jön a nyelv? De én is fújhatok? Igen. Egy, ugye bár, kezd már valahogy kinézni a cipő. Ez is szép ez a ten. Egy kicsit ugye túlfolyt, és itt ez egy egyedi közelítsen, légy szíves uram, ide közelítsen ön. Magyar. De ne úgy, ne zoomoljál be, hanem ide. Látják, ez ilyen egyedi effektet kölcsönöz, ott a sarkánál látják önök. Egy effektet kölcsönöz, olyan, mintha házilag festettük volna le. Szóval most mivel házilag festettük le? Mi ezek a fagyot? Ne, ráztjuk. Ez kifagyott, majd megszok. Kifagyott, akkor el is egy isteni lett. Vagy még egy, csak beadtad. Tökéletes. Lehet tőlünk cipőt is rendelni. A. Elküldtek most, és milyen szuper egyedi cipőt varázsolunk nektek. Potom 35 ezer forint. Szóval. Na, pofám, ma vagy. Elég nagy. Látja, elég szép. Nem ez van, hogy jön. Lényegében gyönyörű lett. Igen. Mire? Gyönyörű szép, egyedi, világító, márkás, hú, gyönyörű szép cipő lett így, ahogy van. De mivel ez így túl jól néz ki, ezért még egy kicsit ki kell fényezni, ez egy kis lakot fújunk rá. Meg fog maradni szépsége, és gyönyörűsége. A nyelvét is kilakkozzuk, mert manapság a fényes cipők is divatosak. Egyszerűen... Tehát nem túl szép, hogy igaz olyan. Na szóval, gyerek. Ez... Lehet tőlünk... Igen, csak túl igaz, hogy szép legyen. Hát igen. Ezt lehet tőlünk rendelni is a
van honlapunk, de én nem tudom a címét. Ja, hogy meg a nyelve, anyu a nyelve belsét, az nem annyira fontos. Azért, hogy gyönyörű szépet ez a cipő, ti is látjátok. De egyébként szóval... tökéletes cipőt alkottunk. Igen. Szóval hát ennyi lett volna már a videónk. Megmutatjuk nektek, hogy hogyan készítsetek jó cipőt, amivel megnéznek az iskolába rendesen. Na. Köszönjük szépen, viszontlátásra.